Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom természetesen foglalkozik azzal, hogy induljon az európai parlamenti választásokon. Nyilván az a legszebb és a legjobb, hogyha nem egyedül, hanem másokkal egybe fogva. Ugye Magyarországon létezik azért néhány baloldali párt, és apró pici pártok ezek, minket is ideértve. És léteznek viszont még emellett mozgalmak, különböző baloldali mozgalmak. Én azt gondolom, hogy minek utána ezeknek a pártok, baloldali pártoknak és mozgalmaknak Nagyjából ugyanaz a mondani valója, de tényleg, mindegyik a szociális dimenzióra koncentrál. Tehát oktatásügy, egészségügy, lakásügy, fizetéseknek a kérdése, ezek azok a legfontosabb ügyek, amelyekre összpontosítunk. Nagyjából ugyanazon platformon vannak, tehát meggyőződésem, hogy a közös program az már most létezik, független attól, hogy még nincs ez ilyen egy papírra leírva, hogy akkor mindannyian ezt akarjuk, de valójában mégiscsak létezik egy ilyen, hogy mindannyian azt akarjuk. És ennek a mondandónak kell megteremteni a szavazópolgárok oldaláról a legnagyobb fedezetet, azaz begyűjteni a legtöbb szavazatot. Tehát mindenféleképpen egyféle szövetségben gondolkodunk. Ennek voltak, vagy vannak előjelei, például május 7-én vasárnap, ő, talán először, a rendszerváltoztatás óta először ültek össze úgy baloldali szervezetek egy fedél alá, az Európai Balpárt ernyője alatt, hogy végre nem egymás piszkálásával foglalkoztak, hanem sokkal inkább a közös teendők meghatározásán. Hát itt jót tett nekünk az, hogy Jeremy Corbyn, a brit munkáspárt legendás egykori vezére volt a, tulajdonképpen a fővendég, és az ő jelenlét, az ő tekintéje egyféle pecsétet nyomott arra, hogy igen, Ugyanazt akarják ezek a baloldali pártok, és érdemes egyébként ezeknek Magyarországon is egybe kapcsolódnia és közösen föllépni a választók bizalmáért.